És lehet, hogy visszavonulsz. Tehát itt csak annyi volt, hogy lehet, hogy visszavonulod. Fúj, hogy tár beléd szívi. Hát kész. Fölteszi a kezét, mentsen meg a kozanek. Vagy hát nem tudom, szóval van az az ember, akivel kapcsolatban, ha nem, hát akkor nem. De szeretni szerettük attól. Kicsit van, aki fontoskodik, akkor is, ha nem az a szerepe? Igen, sajnos, hogy mindig az ember a napnak a jól tartva szerepeikkel, vagy ilyen bugosú álljással beállkozik, és hogy ez az életnek talán a kihívása, hogy az ember mikor lép túl ezeken a farhány borsokon, és mikor mondja azt, hogy bocsánat, de itt vagyok én, és csinálom, hogy tudom. Ez mit jelent? Hát az, hogy úgy egy kicsit belefáradt az ember ezekbe a szerepekbe, és akkor azt mondom, hogy én a saját szerepemet játszom, és akkor a borsok megjönnek. Na, de akkor költözünk egy egyszemélyes szigetekre mindenki? Nem, de hát miért egy sématöréssel meg lehet állítani a borsóhányást. Ha azt mondta volna ez az úr, vagy én azt mondtam volna a Balasira, hogy vagy a József Attilára, hogy karóval jöttem, nem virággal. Ez mit jelent, tanár úr? Onnantól kezdve van egy sématörés, és már megszűnik az egész. Onnantól kezdve azt mondta volna, hogy borsót kéne ennem. De a borsó az csak ezért a borsóhányás miatt van, tehát zöld dolgokat kellene ennem, és kevesebb kolbászt. Onnantól kezdve nincs borsóhányás. De nem csinálhatjuk. És ha az orosz cárnő egy kurva, akkor én pont jó lettem. Ha az A ember akar valamit B-től, és ha B egy kissé nyitottabb lenne, akkor már kevésbé érezné úgy, hogy dobálja itt a borsót a falra. Ezt akartam mondani, hogy azért farahány borsó, mert tehát, hogy nem csak a borsóhányás, hanem hogy ott a fal. Ő kiteszi a falat. Tehát, hogy ehhez az kell, hogy legyen, aki hányja a borsót, a másik meg egy fal. Tehát, hogyha már azon van egy ablak, vagy egy ajtó, vagy egy nyílás, akkor már nem hiába hányom. Tehát az egyik lehetőség az, hogy csinálok egy nyílást a falon, a másik meg az, amit a dietetikus csinált, hogy abba hagyom a borsóhányást. Tehát, hogy szerintem ez a két tudja lehetőség. Tudja valaki az etimológiáját? Mert én nem értem ennek utána nézni. Vagy ez más nyelvben is van? Biztos hasonló kifejezés, de tök jó különben. Na mindesetre hoztam kislapátot, kissöprűt, hogyha mégis itt dobálnánk, de nincs itt falon igazán megjelent. Találok. Bocsánat, csak ahhoz a hozzászóláshoz az jutott eszembe, hogy igen, ez tetszik, amennyiben ezt tetszés nyilvánításra adna okot, ugye, hogy valójában így élünk tényleg, hogy hányjuk a falra a borsót, de talán mégsem menjünk egy szigetre, persze összességében így a világot nem tudjuk mozdítani, de mondjuk egy kis közösséget, ha veszünk, ott is, akkor is, ha egy nyelvet beszélünk, vagy egy a szakmánk, vagy nem is tudom mi, ott is hányjuk egymással szembe a borsót, és alkalmasint vannak olyan pillanatok, amikor nagyon is összefeszülnek nézetek, de azért nem menjünk mégsem, mert azt gondolom, hogy hosszú távon mégiscsak beépülnek, vagy lecsapódnak, ha nem is akkor, amikor összekülönböznek nézetek, hanem egy nappal később, három nappal később, valahogy mégiscsak közelebb került az a két nézet egymáshoz, mert Isten malmai lassan őrölnek, de valahogy mégis közelebb kerülnek nézetek, valamilyen formában mégiscsak megbolondulnánk egyedül egy szigeten, aki nem lenne senkivel.
Nekem volt olyan, hogy járt hozzám kamasz csoportban valaki, és valami 5 évvel később megkeresett, és azt mondta, hogy te most értettem meg, hogy mit mondtál. Tehát, hogy igen, hogy egy érési folyamat után egyszer csak úgy hát a borsóból kikerült. Ez a színházban rengetegszer van, hogy ugye, kapunk instrukciót, ami nem kell, de másnap már lehet, hogy van benne valami, és megpróbálunk valahogy. De hát egyébként egy vitasonál is lehet, ez nem csak a színházban, hanem hogy egyszer csak lesz egy csend, mindenki jól összeveszik, hazamész, és van egy könnyű magány valahol. Igen. Igen. És akkor egyszer csak meghal. Igen. És de némi jó indulat kell, ezt most úgy veszem észre, hogy ezt mondja mindenki, hogy némi jó indulat kell, hogy akarjad egy picit megérteni, hogy valamiért az mondja. Kell, de például lehet, hogy ez a kórházi jelenetben is, az is van, tehát, hogy idegesítő, hagyjon békén. Tehát ott, abban az adott szituációban csak egy ellenséget látok, aki az én kolbászommal szemben áll, és nem kell. De amikor már elment a picsába, akkor már lehet, hogy megértem, hogy azért, ha tényleg nem akarok egy harmadik infarktus, akkor kicsit megpiszkálom a borsót. Na nézzünk meg egy nagyon kis közösséget. Igen? Ez a tanár nem hányta a borsót. Ez a tanár bezárkózott. A diákok tüntetnek. Ma az a tanár, az, aki nem tudja áttörni a gyerekek okos telefonjainak a világát, az nem tanár. Aki nem tudja megértetni József Attilát ma a gyerekekkel, nem tudja József Attilát közel hozni hozzájuk, az nem tanár, nem menjen. Hát az egész világban nem tudunk semmit megértetni. Hát hogy semmit. Hát nem ez volt a probléma. Bezárkózott. Miért pont ez a szerencsétlen tanár tudna megértetni József Attilát bárkivel, amikor... Igen, tehát akkor a jó indulat és a másikra figyelés, most már így haladunk, jó. Na nézzük meg, hogy egy egyszerű feleség és az ő férje között mi a helyzet? Ne is menj sehova! Most jöttél haza? Szeretnék oda átülni, mert azért, mert nyomja a seggem a vasra. Nem azért, mert nem szeretem. De szeretlek, nem, drágám. Nem szeretsz már mellettem ülni. Szeretlek, de nem is tudom, hogy tudsz ezen így itt ülni. Hát. Mert én szeretek melletted ülni. Ja, én is szeretek. De nem szeretsz, nem szeretsz, mert oda át akarsz ülni. Nem, mert a Juli mellett jobban szeretnél ülni. Tudom. Juli? Igen. Tudom. Na, ha valamit utálok, ezt a Juli, na hagyjuk. Vagy most akkor minek jöttem a Juli, nem akarok veszekedni, de nem akarok veszekedni. De nem, ez már nem az. Én tudom. Na, én most oda átülök, hazajöttem, megnyugszom, persze. És most a Juli. Miért vagy ideges? Mert hazajöttél. Tudom. Azért vagy ideges, mert hazajöttél, mert belépsz a lakásba, hozzányúlsz a kilincshez, és remeg a kezed. Mert idegesítelek. Nem ideges. De, mert a dolog megváltozott. Már nem az. Változott. Már oda akarsz ülni, mert ez benned van. Ez munkára. Most jöttem haza, még semmit se csináltam. De már így mentél el. Egész nap. Így aludtál. Már tegnap így zuhanyoztál. Hajnali 5-kor mi a picsát kellett volna figyelnem, mint hogy beérjek a kurva műhelybe, ahol Vas Esztergál egész nap, 28 férfival, milyen Júlia? Hát egy darab nő nincs abban a kurva műhelyben, az Isten szerelmére a bérszámfejtésen van Juliska, de azt még bottal se piszkál. De mégis oda akarsz. Terekam, egész nap állok, a szar esztergálom, te meg most még ott és is a vasat nézel, a mesztelen nőket, kirakott mesztelen nőket. Minden műhelyben vannak mesztelen nőket. Hát ezt erről beszél. Anélkül nem tud az ember esztergálni. Ilyet nem ér mondani. Szép komolyan játszom a jelenetet, nem még bemondani. Mert
akkor még ezt még tudnánk így tovább folytatni, de a... Itt az utolsó kategóriában, táblázatban az van itt, hogy ki akar, mit akar, hol akar, kitől akar, és hogyan akarja. Na erre a nőre azt mondtuk, hogy rákcsáló. Azért rákcsáló, mondottam én a drága édes színészeknek, hogy van az a feleség, néha férj, amelyik rákcsálja ugye ugyanazt a valamit, ugyanazt a nem tudom, kurvicsontot, vagy máliát, vagy régi sértettséget, vagy valamit ugye, és akkor csak mondja, és szerencsétlen nem mondja, de azért legalább most itt tudtuk szeretni, nem a csodálatos emberek. Na jó. Hát most viszont egy olyan kegyetlen ember irodában vagy. Nem is kell, ne állj fel, hagyjad már, hogy állszak nem vagy meg se mozdulni. Az ingatlan. Igen, olyan, hogy jó van már, jó lesz már. Jó napot kívánok. Bocsánat, leülhetek. Ne haragudjam, hogy én kaptam egy SMS-t a volt férjemtől, hogy hívjam fel ezt a számot, hogy önök itt ingatlannal foglalkoznak, vagy nem tudom, hogy ide kell jönnöm, és igen. Egy nagyon nagy fontos ügyben. Nagyon szépen köszönöm, hogy befáradt, ingó és ingatlan dolgokkal is foglalkozunk. Tehát tulajdonképpen arról van szó, megpróbálom röviden felvázolni, hogy ragolnám az ingatlan. Köszönöm, mert gyerekekért kell mondani. Arról van szó, hogy ingatlanokat értékesítünk. Igen. Tulajdonképpen 100 milliótól egészen 1 milliárd forint értékben árusítunk ingatlanokat. Ne szakítson félbe, tehát pofon egyszerű az egész. Tulajdonképpen nincs szükség különösebb befektetésre, csak ezt az alap 100 milliót kell letétbe helyezni, ahhoz, hogy aztán tovább tudunk beszélgetni erről az egész kérdésről. Lényegében utána már egy több lépcső, fokos, törlesztéses módon lehet ezeket az ingatlanokat megvásárolni. Ezekről a részleteket majd akkor megbeszéljük, hogyha itt tisztáztunk mindent. Aha. Én hogy kerülök ebbe a képbe? 100 000 forinttal? 100 millió forinttal. Hogy 100 millió forintot le kell fizesek, igen. És akkor belekerülök. 100 millió forintba. Egy olyan ingatlan láncolat keretben, amelynek kapcsán egy több évtizedes törlesztő részlettel... Igen, de nekem nincsen 100 millió forintom. De van. Na most ez az, amitől azért is... Elváltam tőle bár, de nem tudtam, milyen jó hírekkel fog... Igen, ezért, tehát hogy van 100 millió forintom? Van, csak annak a 100 millió forintnak mi a helyét az ön érdekében egy másik projektbe helyeznénk, ami hosszú távon mindkettőnknek, főleg önnek erős. Igen. Tehát, hogy én nekem lesz 100 millió forintom. Van. Hogy nekem van 100 millió forintom. Hol van? Így van. Mi tudjuk, hol van. Ásni azt a 100 millió forintot. Viccelben, megtudhatnám én is, hogy hol van? Egy másik ingatlanban. Egy másik ingatlanban van az én 100 millió forintom. És hol van? Nem tudom, folytatni, nem tudom, hogy a picsában néz ki egy ingatlan mindnek. Hát nagyjából így. Nagyjából így, nem hagyja abba. Nem hagyja abba. De pedig jó hangzott. Én most meglettél vele, de gondoltam, hogy elő fogod adni, hogy neki tulajdonképpen menni kell most egy kicsi ingatlan, amiből te 10 év alatt csinálsz egy 100 milliós értéket. Tehát csak kitartás kérdése, hát pedig ez kitartó. Na jó. Anya. Ó, igen.
Nem mozdulj, édesfiam, nézd, mit csináltam neked. Van egy kis, egy kis borsó, egy kis tartármártásban. Ma ezt főztem. Jól ment a munka? Szépen dolgoztál? Tessék. Na ilyet a feleségettől nem kapnál. Édesfiam, várj, oda húzom. Nem kell ide húzom. De ide húzom neked, dehogy. Kényelmesen legyél, édesfiam. Nem kell ide húzni. Anya, nem kell ide húzni. A Jóskának most lesz az esküvője. Anya, nem kell ide húzni az asztalt. Képzeld, talált egy megfelelő lány. Ez nagyon tetszik neki. Ne állj el én, mert a tévét nem látom. Bocsáss már. Igen, jó étvágyat. Jó étvágyat. A nadrágodat is kimosom, ott van a szárunkban. Nagyon sokszor kértem, hogy menjünk a dolgaimhoz. Hallod? Te, hogy a Jóska megnősül. Nem tudom, hogy nézni a tévét a dolgaimhoz. Hol nézed a tévét? Ott nézem a tévét. Jó, csak hogy én is ott nézem. De, ugye Jóska megnősül. Mit szólsz? A egészségére. De nem akarnál te is? De. Édesfiam, hát nem maradhatsz itt a nyakamon. De. De nem maradhatsz. Nem. Most már kéne egy rendes lány. Aki főzne, mondjuk ilyet nem tudna, de, és most már is vár, és most már kell, hogy egy önálló életet. Ez 40 éves vagy most már, eleget értem. Nekem önálló életem lenne, ne simogassam. De mi lenne velem? Na, de lemondanék róla, menj, éld a magad életét, kisfiam. De én a magam életét élem így is. Ne piszkáljál már idegesít. Egyben a borsó. Nem kérek. Ki fog hűlni? Borsó nem hűlt ki, az majonézes borsó. De nem. Az meleg majonézes, ez egy egész új találat. Te, jövő héten jönnek a Juci. Nem menj ilyenkor, hogy vigyázz.